Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és amint látjátok a címet, hát gyorsan bele vágnék a lényegbe. Van itt egy Ivara Build, ami hát tesztelésre vár rajtatok is. Én már nagyon sokat teszteltem, nekem nagyon-nagyon tetszik. Az egyik lámtársunk találta a Youtube-ot böngészve, véletlenül rátalált egy srácra, senki ilyen híresebb tényleg, csak véletlenül megtalált a Youtube-on, és oda volt írva ilyen... Öm nem tudom, hány perc volt, egy három órás survival ment a srác ezzel a bild, de ő maga se vette észre a leírás alapján, amit rakott oda a Youtube-ba, hogy egyszer csak azt vette észre, hogy már ennyedik percnél jár, és akkor, mert hogy ő szarin készít akart farmolni, és um, hát egyszer csak ennyi percnél járt, és hát úgy döntöttem, hogy úgy, uh, ahogy van, lekoppintom ezt a teljes bildet, ugyanazokkal a fegyverekkel megépítem, és az egész természetesen egy értelmet nyert, hogy hogyan is gondolkodott a srác, és minek uh, mi volt az értelme, és hogyan képes az ivara fenntartani szinte egyedül, szinte egyedül az összes Warframe közül szólóban, a, live supportot ott nagyon-nagyon sokadik percnél is, mert ugye mi a legnagyobb baj solo survivornél, amikor egyedül megyünk valóva, az, hogy nem tudjuk fenntartani ugye a live supportot már egy idő után, nem tudunk kellő sebességgel ölni ahhoz, hogy fent tudjuk tartani azt a bizonyos live supportot, és ez ugye nagyon-nagyon macera, na de viszont a kombináció, amit itt láthatok, az megengedi az, hogy kellő sebességgel őjél, és ugye az ivarának felhasználva a harmadik képességét, amivel képes lopni az ellenfelektől, és akkor most jön a logika. Többféle környezetben teszteltem, de először nézzük meg a buildet tulajdonképpen, és ugyan láthatunk egy kis játékmenetet is arról, hogy hogyan zajlik az ivarának a játéka igazából. Rámeljünk, hogy upgrade, és íme itt lenne. Tehát így néz ki ez a build, 3-4 formás. Csak ugye a srácnak másképp volt formázva, mint nekem, azért nekem van itt most egy ilyen piros valamim, de ez nem lényeg. A lényeg az, hogy kijön három formából is, hogyha netán félreformáztátok, mondjuk így. Tehát nekem így van formázva jelenleg a az ivara, a lényeg az, hogy kijön belőle. Ha még egy formát belerakunk, akkor lehet még növelni egy Exilus alapterre. Tehát valószínűleg nekem előbb-utóbb még belemegy egyforma csak még gondolkodom, hogy mit, mert van nekem másik bildem is igazából, illetve lesz egy másik bildem is, és akkor össze kell egyeztetni a kettőt. Nos. Gondoljátok másoljátok le. Az egésznek a lényege az, hogy megnövekedett, megnövekedett idő, mert minél nagyobb az idő az ivara, annál gyorsabban képes lopni. Kell neki effektivitás, tehát azért, mert az alvó alvóírra fogsz uh, hagyatkozni, tehát az egyes képességén belül az alvó íra, amely elaltatja az ellenfeleket, és ezt igyekszünk egy minél nagyobb területen csinálni, hogy minél több uh, ellenfelet uh, tudjunk elaltatni. Az erő nem lényeg, mert igazából nem az erejére fogunk hagyatkozni, nem kell ultizni vele, az egész egy. Um, Uh, hogy is mondjam, egy ilyen sunyolós, ellopós build. És mivel hogy nagyon gyorsan tud lopni az ivara ebben az esetben, ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan kifosztja az ellenfeleket, még akkor is, ha csak így elfutnak mellette. És mivel, hogy ezt egy nagyobb range-en csinálja, uh, ezért, tehát egy 7 méteren csinálja gyakorlatilag, ezért um, uh, ha, el, ha nem is tudod őket eladni, csak elmenek melletted, már gyorsan ki tudja őt, ö, őket lopni. Szóval az ultra ebben az esetben nincsen ö, szükség. Hármas képességre van a legnagyobb szükség, és az egyes képességnek azon belül is az altató ö, részlegére. Na most, elsődleges fegyvernek azt viszel, amit akarsz igazából, amivel el tudsz boldogulni, de tényleg mindegy ebből a szempontból. A másodlagos fegyvernél viszont ö, ez a srác ez, gammakort használt, meg volt az oka, tehát kérdezhetitek, hogy miért. Ugye elmész egy T3 és T4 survivor vagy akárhova, ahol van nullifier, és az a legnőbb ellensége lesz, ha, tehát Ivaránál is ez a legnőbb ellenség, úgyhogy ránézve a bilgyére a, Sz a színnéd gammakornak, vagy a sima gammakornak, vagy akár ezt kipróbáltam a Hikóval is, és a Hiko Prime-mal is, Kunai, tehát valami, ami csendben dolgozik, mert ugye a gamma gammakorról <kül> mindegy, hogy milyen a bilded, egy nagyon fontos dolog van, a Suppress, tehát itt van, ez a Suppress kártya az azt csinálja, hogy hangtompítósá teszi a kártyádat ezért, hogyha lősz a Nullifier gömbjére, nem fognak köréd gyülekezni a magok, és nem fogsz meghalni, nem fognak véletlen lövések eldördülni az 5000. percnél, és fogsz meghalni, és szépen fogod és le tudod redukálni a Nullifier gömbjét ezzel a moddal, ugye, mert nem hallatszik semmi. Persze észnél kell legyen szólóban, vagy ö, gyakran kell figyelned magad mögé. Annyit még, hogy a sásznak valami oknál fogva ö, Energy Siphon helyett <coughs> enemi radar volt berakva. Ö, logikus lépés, mert látja ugye az ellenfeleket, de én úgy gondolom, hogy manapság a olyan szinten megjelennek az ellenfelek a radarra, hogy annyit nem érdemes még egy enemi radarra lecserélni az modot. Nos, és a legmeglepőbb dolog az az, hogy csak egy tört vitt magával, de viszont um, a törnél létezik egy olyan mód, hogy uh, Covered Lethality. Ez a Covered Lethality kérem szépen azt csinálja, hogy plusz 100 extra, 100 extra damage-et ad uh, millinél, tehát uh, közelharcnál, vagy hogyha finisher csinálsz, tehát Tudjátok, amikor így ráugrik a nyakára, gusz, izé, elvágja a nyakát, beszúrja a gerincén, tehát ezek a finisherek. Ebben az esetben minden esetben szinttől függetlenül halálos sebzés okozni annak a mobnak. Ezt a modot be kellene szerezni azoknak, akik ezzel a próbálkozásra akarnak menni, mert ha nem, és ha véletlenül úgy jártok, mint a srác járt a videóban, hogy egyszer csak egy 1200-as ellenfél jelent meg nála, három óra után a Survivor-ben, akkor gyakorlatilag értelmszerűen a kardotok, a sima kardotok nem fogja tudni azt már leszúrni, akár próbálkozásban. Szóval a Covert Lethality csak a törökkel működik. Úgyhogy gyorsan én legyártottam a karriszot, mert hogy miért ne, de igazából szerintem bármelyik tört nyugodtan felhasználhatjátok erre a célra, de <coughs> ugye én választottam azt, amit ő megcsináltam ugyanazt a buildjét. A trükk a buildben ugye <coughs> toxikus damage, és azért toxikus damage, mert vannak egyes mobok, mint például a Nullifier, mint például a Moát, vagy netán az Ancient Healer, akik érzékenyebbek a toxikus damage -re. Magyarul, hogyha nagyon magas szintű az ellenfél, tehát jön egy 300 szintű ellenfél, aminek shieldje is van, és élete is van, tegyük fel ugye egy ilyen uh, Moa, od, uh, odajön, na azt azért átverekedni magad a sílden és átverekedni te magad az életen, macera. Ezért ez a kés gyakorlatilag, miután elaltatod őket, egyenesen az az életet támadja, és ezáltal még könnyen kivégzi őket. Szóval ez lenne a nagyobb dolog, és ugye nagyon trükkös volt a srác, mit csinált, hogy minél több demiget tudjon belőle kihozni. Berakott ugye egy tri, True steel t és organ shatter t ami a kritikus esélyeket növelik egy bizonyos szempontból, és Efficiency-t berakott, mert berakta a quickeninget, igazából nem tudom, hogy miért pont a quickeninget rakta be, arra nem sikerült leállni, szerintem Fury quickening mind a kettő benne van csak azért, hogy megnövekedjen az a, a sebesség, de szerintem, hogy épp a quickeninget lecseréled egy bizörkörre, akkor valahol ugyan um, ugyanott leszel, csak várni kell arra, hogy a bizörkör bekapcsol, már pedig be fog kapcsolni, mert a karisztal, tehát gyakorlatilag ez így is működhet, a karisztal gyakorlatilag um, mindig kritikust fogsz ütni, a kritikus módok miatt nagyon gyakran öt kritikust, ezért a bizőrkör uh, 75%-kal simán bekapcsol, és hogyha uh, egy finisher csinálsz, tehát egy finisher uh, csinálsz, olyan hatalmas kritikust, tud, hogy majd biztos, hogy 75%-os fog bekapcsolni. Uh, és ugye be van rakva a Lifestrike, hogyha pánik lenne, akkor gyorsan tudjon tölteni az életén is ez az az a build, ami igazán segít az ivorának abban, hogy hosszú-hosszú túléjen, -hossz túléljen, és azon belül is a covered lethality mod, a színnőit gammakor, hogy elintézze a nullifiereket, ugye? A tonkort például egy olyan koncepcióban választanám én, hogy bealtatom őket, közéjük megyek, meglopom őket, akár egyesével leszúrogathatom, de hogyha mondjuk megloptam őket, közéjük lövök egy tonkort is szétrepül mindegyik. Na most ezt el lehet játszani meddig egy olyan 150-es szintig, hogy tonkorral így szétlövögeted őket, de 150-es szint fölött már a karrész lesz az, amely egy szúrással gyakorlatilag ki fog végezni mindent. Miközben ugye nem tudsz megfelelő sebességgel lőni, de nincs baj, mert miközben egy hatalmas tömeget altatsz el, közben az ivara kilopja őket és ezen által fenntartja a life supportot és miközben öl még akkor is droppolnak néha a mobok. Úgyhogy a life supportot az ivara önmagába fel tudja tartani. Na most el is mentem, leteszteltem ezt többféle környezetben uh, gyakorlatilag és... Ja, carrierre uh, 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 Vigyetek carriert, az a logikus, tehát carrierre ne rakjatok fegyvert, ez, ez fontos meg. Ennyi. <kül> és leteszteltem ezt többféle környezetben amúgy, és nagyon hatékonynak bizonyult, van neki egy gyenge pontja, nem full csapatjátékra készült, az, ez tény és való, ezért, hogyha csapatra viszed ezt az ivarát, akkor a csapatodnak is, meg nekem is meg kell érteni azt, hogy az ivarának egy kicsit külön kell állni a csapattól, és hogyha valaki elesik, akkor csak és kizárólag mondjuk az ivara legyen az, aki felszedi, és senki más nem menjen a környékére, mert ebbe az ivara nincsen élet, tehát nincsen benne vitality, nincsen benne redirection, bármi esik, könnyen elesik, és mivel ugye a láthatatlan karaktereknek az egyik legnagyobb gyengéje az az, hogyha valaki látható a közelükbe megy mindegy, hogy amikor éleszteni kell, vagy csak éppen ott játszanak a közelükben, ha valaki látható közelükbe megy a láthatatlan karakternek, akkor a láthatatlan karakternek vége, mert a random golyók el fogják találni, és onnantól kezdve elesik, és az ivara egy negyed golyó suhintásra el fog esni az összesen 500 életével, amikor bemagyáltuk, úgyhogy csapatra viszed, de lehet vinni, és képes segíteni a nekrosz helyett, fenntartani a live supportot, de egy kicsit külön kell működnie a csapattól, egy kicsit távolabb meg kell adni neki, mert tömegre van szüksége ahhoz, hogy elaltassa őket, bemenjen közülük, ők, meglopja őket, szépen lassan meg megöli őket, és így tovább, és így tovább. Szóval uh, akármilyen csapatot lehet szinte vinni vele, mert az Ivar, amivel, hogy egy ilyen különálló szóló uh, ebben a build esetében, így aztán gyakorlatilag mindegy, milyen, de mindegy, milyen csapatot viszel ellene, de lehet vele. Uh, lehet uh, uh, róla szó tehát vo voltam már vele volt uh, nekrosz és uh, mi voltam már két nekrosz egy volt és én voltam mint ivarával és elmentünk könnyedén egy óráig tényleg könnyedén mivel az ivara beadtatta őket az volt adott a két nekrosznak ne kérdezzétek, uh, adott uh, védelmet és hogyha nagyon nagy gáz volt, tehát már nem fogtak a, a fegyverek, akkor elaltottam őket, csak egyesével leszúrogattuk őket, és, leszúragattuk őket, és, és egyszerűen fantasztikusan működött. Volt olyan, hogy T4 survivor teszteltem le először, velem volt egy es, és én mentem Ivarával, a kettő viszonylag jó kombót csinált, és ott vettem észre az első gyenge pontját az egésznek, hogyha az S lopja a killeket, akkor Ivara nem fogja tudni fenntartani a life supportot, mivel ugye a legnagyobb baj az egészben, még, még sokszor ugye, hogyha gyorsan ölsz, vagy nem jön elég ma, vagy nem droppolják a life supportot, és, és egy idő után észrevettük, főleg az elején nagyon nehéz volt fenntartani a life supportot, mert rájöttük arra, hogy az es ellopja a killeket az Ivara elől, és gyakorlatilag uh, nem fogja tudni fenntartani a live support, úgyhogy egy kicsit külön mentünk, és azon pillanat alatt, tehát kávé két perc alatt visszament 90%-ra a live support, szóval így, így lehet ivarával játszani, akár olyan karaktert választottuk, az ivara meg tudja magának csinálni. De mivel ugye a Survivor manapság az úgy új, la, új zölyik, hogyha nagyon külön vagy a csapatottól, akkor uh, ne, tehát egy, helyre koncentrálódnak a mobok egy uh, játékosra, és a többinek nem jut semmi, és megint csak nem lett fentetően life support -ot. ezért a játékosoknak megfontolt egy ugyanab ugyanabban a teremben lenni, közelebb egymáshoz, hogy a mobok egy helyre jöjjenek, ne külön szétmenjenek, és azonban is ne csak egy játékosra menjenek, mert sajnos ezt csinálják manapság uh, Survivor-ön, ezért egy helyen lenni, de az ivorának egy külön terem sarokba valahol, uh, ahol őt is megtalálják a mobok. Na most, uh, és, és így fent tudja tartani a többieknek is a live supportot. A probléma az ott, ott kezdődhet a többiek részéről, hogy az ivarának altatnia kell mindehez, hogy működjen az a játék, és... Akit idegesít az, hogy a karaktere folyamatosan finisereket fog adni az ivara altatása miatt, az, az nem van arra survivalre, mert az ivarának altatnia kell, mert csak úgy tud ölni és lopni, és mivel hogy altat, ezért finiserekre nyitja meg a mobokat, és ezáltal bárki bármilyen karakterrel van a környékén, és egy altató, altatott mobot akar leölni, az biztos, hogy egy finisert fog neki csinálni, úgyhogy hát igen, na most. Uh, így állunk, az energia felhasználtság, ugye az fontos dolog lesz, és hát uh, amiatt annyira nem kell aggódni, tudom lesz, akinek nem lesz Prime Continuity és Prime Flow. Uh, Előbb-utóbb szerintem érdemes őket beszerezni, lehet, hogy újra hozza majd a Trader. Uh, sima flow, sima continuity is uh, teljesen rendben lesz uh, vele, a lényeg a legyen energiája. Ez Ivarának amúgy is sok az energiája, az egyes képessége... Uh, ha ki tudsz hozni belőle a 175%-os power efficiency-t, akkor hozd ki belőle a 175%-os power efficiency-t, de amúgy sem fogyaszt sokat az a bizonyos um, egyes képesség. Nos, illetve uh, egyes képességnek az altatási <coughs> szekciója. Uh, nagyjából ennyi lett volna eddig, tehát senkinek nem volt még türelme, hogy uh, egy óra uh, fölé menjünk uh, ezzel az ivara uh, tehát uh, sokszor nincs sok értelme, kettő, még nem volt türelmünk, de minden esetben, amikor elmentünk egy óráig, akármelyik nehezebb survival minden esetben érezhetően, könnyedén tovább tudtunk volna menni, semmilyen különösebb fajta megerőltetés nélkül. Abban az esetben még inkább, hogyha a látható társak nincsenek ivara környékén, akkor ivara hihetetlenül könnyedén tud tovább menni a magas ö, ellenfelek felé, és a több ö, órás Survivor felé is, mert altat öl, altat öl. Na most, amit láthattatok, ezt a Karist bildet, az nyugodtan egyébként fel lehet használni olyan ö, frémeknél, amelyek tudnak finisereket csinálni. Tegyük fel itt uh, Excalibur vakítása után, nagyon jól jön ez a kariszt. Tegyük fel a Equinox altatása kettes képessége után, nagyon hatékonyan jön ez a kariszt, tehát mindenkit egy szólással le fog ö, szúrni, és ember például a vakítása után... Ö, gyakorlatilag, és itt van most az új Warframe, Inaros. Ő neki is van egy vakítós képesség, ha jól tudom az egyes, még nem játszottam vele ezen a ponton a videóval. A, ő is jól fog valószínűleg működni, szóval ez a Carnist build, mint olyan, és a Covert Lethality nevű mod, amit kötelezően be kell szerezni ehhez a, ez a buildhez. Azt, az gyakorlatilag nagyon hatékonyan működik, és ezért tud az ivar is, vagy bármilyen karakter is nagyon-nagyon magas mobokat leölni. Íme ez lett volna, srácok. Öm, próbáljátok ki, tegyétek ezt alá, akinek van türelme elvenni három órás survivor hogy ez megbizosodjon róla, és nagyon is fegyelmezettnek meg is kell lenni. Tehát a feladatot kell csinálni, mert ha nem, akkor könnyen elesel. És, és ugye lövögeted az íjakat, odamész, meglapod, leölöd, meglapod, leölöd, és így tovább, és így tovább. A játékmenet lassú lesz, de mégis gyors, abból szempontból lesz lassú, hogy lassan mozogsz láthatatlanságban, mert a hármas képesség, ugye, be kell legyen kapcsolva. És e, miközben mész, meglopod őket, ugye, e, althatod őket, leszúrod őket, és a többi, és, és nagyon jól fog működni a dolog. Nos, hölgyeim és uraim, ez lett volna a csoda ivara bild, mondom, ez egyik lámtársunk talált rá interneten egy, egy videósa, ezután is köszönjük neki. Azt kell mondjam, nagyon okosan összeállított bild, nem tudom mennyire volt mögötte tudatosság, de elképesztő, hogy erre így, ezt a kombinációt így megtalálta, rájött, ki gondolta akármi. és hát hajra úgy gondoltam, hogy megosztom veletek, mert ez egy olyan dolog, ami megosztásra érdemes. Köszönöm a figyelmet, ez sziasztok!